Önkormányzatunk nevében tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a márciusi forradalom kisújszállási ünnepségén. Amíg gyülekeztek, addig a Mellofon fúvós együttes játszott történelmi katonai indulókat. Utolsó műsorszámok a kisújszállás induló volt, melyet a zenekar vezetője komponált. Közben megérkeztek a Nagykun Huszárbandérium tagjai, tisztelettel köszöntöm őket. Kérem önöket, ünnepségünk kezdetén énekeljük el közösen a himnuszt. Ünneplő közönség. 1848-49-ben kisújszállás népe az első perctől fogva a forradalom nemes ügye mellé állt. Városunk lakossága egy emberként segítette a Debrecenbe költöző kormányt és Percelmór tábornok seregének téli ellátását is. Illési Sándor századparancsnokként, Illési János pedig a Jászkun kerületek kormánybiztosaként szolgált a szabadságharcban. Ezért mi kisújszállásiak március 15-én nemzeti hőseink öröke mellett a 48-as kisújszállási hősök és a forradalom ügyét segítő lakosok emléke előtt is tiszteletünket fejezzük ki. Azonban nem csak itt és most gondolunk nemzetünk forradalmának legszebb fiaira. Az elmúlt napokban városunk iskolái, óvodái, valamint számos helyi civil szervezet is megemlékezett történelmünk legszebb forradalmáról és annak kisújszállási eseményeiről. Március 13-án az Illési Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola szervezésében került sor megemlékezésre a déli temetőben lévő Illési sírkertnél, valamint gimnáziumunk egyik neves, a forradalom ügye mellett elkötelezett tanárának, Keszi Hajdú Lajosnak a sírjánál is. Tegnap a Városvédő és Szépítő Egyesület, folytatva a hagyományokat, ismét megszervezte azt a megemlékezést és fáklyás felvonulást, melynek során felkereshettünk több 48-as emlékhelyet, így az Illési Kossuth emlékkaput, Kossuth Lajos szobrát és domborművét, valamint Illési Sándor és Illési János szobrait. Este a 48-as olvasókör székházán lévő emléktáblánál tartottak megemlékezést e nagymúltú kör tagjai. Ünnepségünket megelőzően pedig a református templomban istentiszteleten emlékezhettünk a márciusi forradalom szent ügyére. A mai városi ünnepségen tisztelettel felkérem dr. Kovács Tibor alpolgármester urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt polgármester úr,
Alpolgármester úr, nagy kunkapitány úr, hölgyeim és uraim, kedves ünneplő kisújszállási közönség! Újra elérkezett a tavasz, ismét itt van március idusa. E dátum több fontos, mondhatni sorsdöntő világtörténelmi esemény időpontja, s döntő fordulópont volt ez a magyarság életében is. Azóta is őrizzük ezt egyéni és kollektív emlékezetünkben, és azóta is, mondhatjuk, legszebb és legnemesebb nemzeti ünnepünk dátuma. 167 év telt el azóta az esős március 15-e óta, és mégis mindig emelkedett az emlékezés pillanata. De miért oly fontos számunkra ez a nap? De nem is csak a nap, hanem az az eredmény, amit régi eleink elértek azokban a forrongó órákban. Talán ez az egyik, ha nem a legmaradandóbb, legjelentősebb és a legszélesebb közmegegyezést élvező vívmánya a magyarságnak. E napon ünnepeljük azt, hogy az elvont, időtlen idők óta vágyott fogalomból kézzelfogható valóság lett. Megvalósult a szabadság. Az a szabadság, amiről a vérzivataros 20. század első harmadában az akkori nagyköltő is újfent meg kellett, hogy fogalmazza. Jöjj el, szabadság, teszülj nekem rendet! Nagyon hosszú, szívós, sokszor reménytelennek látszó küzdelmek, bukott forradalmak, levert szabadságharcok után lépett át népünk a nemzetépítés évszázadába. A közjogilag akkor elvileg független, ám a valóságban a Habsburg Birodalom szorító kötelékében élő Magyarország jogai igencsak korlátozottan érvényesültek. A jogok és a kötelezettségek értelmezéséről, a hatalom el- és megosztásáról két évszázadon át vitatkozott a magyar nemesség a bécsi udvarral. Bocskai, Bethlen, Zrínyi, a rákóciak újra és újra harcba szálltak a szabadságokért. Azon szabadságokért, melyekért a korszakban Európa szinte egésze küzd. Ennek a küzdelemnek látványos nyitánya 1789 Franciaországa. A történészek által hosszúnak nevezett 19. századot e forradalom nyitja. Bár a kontinensen végig söpör a forradalmi eszme és annak hullámai, nyugat és kelet között akkor is voltak különbségek. Nyugat-Európában a feudális politikai keretek között, s végül azt széttörve jutott uralomra a polgárság termelési és társadalmi rendszere. Nálunk ez ellenkezőleg történt. Polgári politikai viszonyokat kellett teremteni ahhoz, hogy a feudális gazdasági és vele karöltve járó társadalmi csődöt fel lehessen számolni. A megoldás nálunk még fájdalmasabb, még bonyolultabb, mint Nyugat-Európában. Hazánkban akkoriban voltaképpen nincs meg az a réteg, amely ezt a feladatot, a nagybetűs polgárosodást úgymond természetétől fogva magáénak vallaná. Másnak kell vinnie a fáklyát, mutatni az utat. Kik ők? A nemesség széles látókörű képviselői, Széchenyi, Veselényi, Kölcsei, akiknek a fejében megszületik a reformkoncepció lényege, a nép beemelése az alkotmány sáncaiba, a nép nemzetté változtatása. Az ő gondolatuk két irányba is sújtott. Egyrészt a feudális konzervativizmusra, másrészt a magyaroktól az önállóság lényeges elemeit elragadó Bécsre. Kölcseiék gondolatai az 1830-as években széles körben elterjednek, majd a 40-es években az ellenzék vezérévé emelkedő Kossuth vezetésével kialakul a végleges program. Jobbágy felszabadítás, politikai jogok kiterjesztése, iparpártolás, a hiányos szerkezetű torz magyar társadalom kiegészítése a nemzeti középréteg megteremtésével. Az 1840-es évek végére viselős lett az idő, és ez a régi Európa őrzői számára is világos lett. Nem vagyok próféta, nem tudom mi lesz, de öreg orvos vagyok, és meg tudom különböztetni a múló betegséget a halálostól. Az utóbbi előtt állunk. Metternich kancellár, a Habsburg Birodalom, sőt a kontinens vezető konzervatív politikusa komoran tekintett a küszöbön álló eseményekre. Bárhova is nézett, szinte mindenhol a forrongás. 1848 elején Itália és Franciaország kezdi a sort, de március elején a legfontosabb német nemzetiségű országok közül is már csak Poroszországban és Bécsben áll fenn a régi rend, ám a nyugtalanság ott is nőttön nő. Aztán március 3-án Pozsonyban feláll Kossuth, és az izgalomtól kissé vibráló hangon követeli az ellenzék követeléseinek teljesítését. Az ellenzékét, amely természetesen nem egységes, de a közös célok egyre inkább összekovácsolják, és az egységet szinte kikényszerítő erővel sürgetik a Magyarországgyűlés sajátos diákjai, az ellenzékhez húzó, mindenütt felbukkanó lelkes jogásztanoncok, a jurátusok is. Ami ezután következik, azok a március 15-i forradalmi események. Még a történelemre kevés jó odafigyelők fejében is automatikusan felbukkannak a következők.
Eső, Pilvax Kávéház, Március ifjak, Nemzeti Dal, az első felelős magyar kormány, Petőfi, Kossuth, Batthyány, Táncsics, 12 pont sajtószabadság. A forradalom, a dicsőséges és vértelen, több évszázad romos rendszerét állította félre, és indította el a polgári Magyarország építését. A feudális rendszer maradványai ledőlnek, megszűnik a jobbágyság, elfogadják a közteherviselést. Régi álmok válnak valóra néhány óra, nap alatt. A törvényes forradalom győzedelmeskedett, s a koronát a későbbi napok, hetek munkájára az áprilisi törvények tették fel. Akik akarták a változást, azok immár büszkén tekinthetnek a műre. A jobbágyi személyes függés megszűnt, létrejött a törvény előtti egyenlőség, megvalósult a közadózás, a sajtócenzúrát eltörölték, és az ország ügyeinek zömét a Magyarországgyűlésnek felelős kormány intézi. Amikor április 11-én az uralkodó Ferdinánd Pozsonyban ünnepélyesen szentesíti az új törvényeket, Magyarország csatlakozik Nyugat-Európa polgári nemzetállamaihoz. És itt ezen a ponton kimerevedik a kép. A mai napon nem folytatódik tovább a történet, nem pereg a film. Nincsenek belső ellentmondások, széthúzások, nincsenek csaták, nincs szabadságharc, nincs leveretés, nincs elnyomatás, nincs világos és nincs arad. A mai nap az eredményekre, a nagyszerű vívmányokra, a sikerekre való emlékezés napja. Arra a napra emlékezünk, amikor újra csatlakoztunk a modern, a szabadság zászlaját vivő Európához. S mit üzen a régi kor? Nagy és végső vívmánya, a szabadság a ma emberének, nekünk. Gyermekeknek, ifjúnak, felnőttnek és idősebbnek, egyénenként és közösségként. A szó egységes, szabadság. De a tartalma mindannyiunk számára más és más, eltérő hangsúlyokkal és jelentéstartalmakkal. Van, aki ma a nyelvtanulás szabadságát értékeli, van, aki az utazásét, van, aki a vállalkozásét, van, aki az információk szabad áramlásáét. Ugyanakkor hiszem, hogy van egy olyan tartalma, ami mindannyiunk számára egységes jelentést vél felmutatni ebben a szóban. A félelem nélküli kiteljesedett öntudatos polgári életet. Azt az életet, amelyet, remélem, mindannyian szeretnénk megvalósulni, látni és megélni. Ezért azonban minden nap meg kell küzdenünk. A szabadság, ahogy azon Március 15-i elődeink példa is mutatja, nincs ingyen. Heltai Jenő írja Szabadság című versében. Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, s élni mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz, s mindazt, miért más robotolt, magad javára letarold. Vajon értjük-e ma mindannyian a költő szavát, üzenetét? Tudjuk-e? Átérezzük-e a feladat súlyát? Mert a szabadságért mindenkinek a maga eszközeivel kell küzdeni. Felelősen, elhivatottan, öntudattal tanulni, dolgozni, minden nap jobban és jobban. És ha mindannyian megtesszük a tőlünk telhető legtöbbet a ránk rótt kötelezettségek teljesítése kapcsán, jogaink is kiteljesíthetőek lesznek egyénként, és a belőlünk felépülő közösség részeként egyaránt. Ne feledjük! Csak felelősen gondolkodó egyének öntudatos belső szabadságából épülhet fel egy hosszú távon is működőképes, sikeres és tudásában gazdag, azaz szabad közösség, a nemzet. Rég volt elődeink áldozatvállalását, tudását, munkáját nem szabad veszni hagyni. Az ő örökségük megőrzése a mi feladatunk és kötelezettségünk, egyenként és közösségként egyaránt. Ahogy a legnagyobb magyar írja és figyelmeztet a Kelet népében. Az istenek megunják érdemtelen buta csoportokat boldogságra úgy szólván szüntelen kényszeríteni, s végképp egyedül azokat veszik pártolásuk alá, akik legszebb ajándékukat, az elmebeli tehetséget becsülni, kifejteni tudják, s nem vakon vagy szenvedelmeiktől ostorozva, de gondos előrelátással élik életüket. Most a mi munkánkon múlik tehát a nagy elődök örökségének ápolása, mely azon a Március 15-i esős napon született. Azon a napon, melyről Petőfi este ezt írja naplójába, megnyugvóban, de az események hatása alól nem szabadulva. Késő éj van. Jó éjszakát, szép csecsemő. Szép vagy te, szebb minden országbeli testvéreidnél, mert nem fürödtél vérben, mint azok, téged tiszta örömkönnyek mostak. És bölcsőd párnai nem hideg, merev holttestek, hanem forró, dobogó szívek. Jó éjszakát. Ha elalszom, jelenj meg álmaimban úgy, amilyen leszesz férfi korodban, amilyen nagynak, ragyogónak, a világtól tiszteltnek, én remélek. És a 20. századból eként üzen nekünk a költő a harcot, melyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk. Kedves ünneplők, kisújszállásiak, ezen felemelő sorok után már nem sok elmondható maradt, de egy valami biztosan. A ma magyarsága sem kívánhat mást, mint amivel a 12 pont kezdődik. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Csak így őrizhetjük meg máciusi cselekvőseink felemelő örökségét. Nagyon szép, meghitt, emelkedett ünnepeket kívánok Önnek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm dr. Kovács Tibor alpolgármester úr gondolatait. Ünnepi köszöntőjét a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium diákjainak zenés irodalmi műsora követi Zúgjatok harangok címmel. Fogadják őket szeretettel. Ma büszke a szívem, hogy magyar vagyok. Izzik a lelkem, és szemem ragyog. Ma minden levél, minden ág, egy szót suttog, Magyarország. Ne csak dísz legyen a kokárda, légy te is büszke hazádra. Szívünkben hevesen dobognak a harcos ősök, lelkünkben még ma is éltek, máciusi hősök. Emlékezzünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc dicső napjaira. 167 évvel ezelőtt fegyvert fogott a magyar nép, hogy kivívja jogos szabadságát, függetlenségét és véget vessen szörnyű elnyomatásának, megalázottságának. Hajtsuk vissza a történelem kerekét és idézzük fel a forradalom eseményeit. 1848 tavaszán forradalom söpört végig Európán. Az elnyomottak megelégelve sorsukat, fegyvert fogtak szabadságuk kivívására. Párizs, Bécs, Berlin, Prága forradalmi lángba borult, és ez a láng Magyarországra is átcsapott. Bukrítát, kedves a szíve fölé. Itt a mézes, a finom mézes. Almát tessék, édes, ropogós, friss almát. Égyes, büszke bává, napszédítő tollak, hírrel hirdessétek, másképpen lesz Megütik a dobot város közepibe, felteszik a zászlót torony tetejébe. Sok magyar legénynek most el kell indulni, sok magyar menyecskét özvegyen kell hagyni. Szép szabadságért, szép magyar hazáért, háromszínű zászló oltalmazásáért. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak, mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója Ibolyáit ma szívünkbe szórja.
jöttünk ide? Mit keresünk mi? Gyertek, menjünk már! Figyeld, műsoroznak! Szokásos műsor, szokásos önalom. Kit érdekel? Hát nem értitek, miért vagyunk itt? Ugyan nem mindegy. Minden évben ugyanaz. Minden évben Strokszöveg és Petőfi. És a Nemzeti Dal, meg a Pillax. És a Szabadság? Mit ér az ember, ha magyar? Mi a magyar? Nemzet, mely nehézkes a cselekvésben? Fogékony és gazdag a látásban? Hiszen ha lát, miért nem cselekszik? Ó, akkor! Egykor ifjú Jókai és lángoló Petőfi szava zengett, kokárda lengett, zászló lobogott, a költő kérdett, és felelt a nemzet. Ma nem törd el bilincset, s börtönajtót szépség, igazság, lassan megy előre egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. Látod, ezt mondtam. Csak versek, mint mindig. Minden évben ugyanaz. Vers és próza, mert így emlékezünk. A hősökre, a nevekre, s az eszmére, amelyért oly sokan adták vérüket, lelküket. Te szabadnak születtél, s szabadságodat mások vívták ki. Mert ha a nép nem szabad, a szellem sem élhet, és egy haza tűnhet el a történelem útvesztőjében. Még kér a nép, most adjatok neki. Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha fel kell, és nem kérde vesz, ragad. Érti ezt az a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság? De azért lelkünk búsan visszanéz, és emlékezve mámoros lesz tőled. Tűn március nagy napja, szép tavasz, mely felráztad a szunnyadó erőket, mely új tavaszok napját égre hoztad, mely új remények ibolyáját fontad. Az országgyűlés igen szépeket beszélt, de a beszéd bármilyen szép, csak beszéd és nem tett. Egy gyűlésen indítványoztatott, hogy a 12 pontot petícióképpen benyújtsák a királynak, mégpedig rögtön. Tegnap láttam belontani egy ifjút a Pillaxba. Elújságolta, hogy Bécsben kitört a forradalom. Nagy szégyen, hogy a bécsiek elénkbe vágtak. A büszke magyar, Rákóczi nép elé. Nem érünk rá várakozni szaporán. Ma jókor van, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek. Thank you.
kívánjuk a sajtó szabadságát. Kis Ernő. Felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos. Évenkénti országgyűlést Pesten. Schweider József. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Göltenberg Ernő. Nemzeti őrsereg. Török Ignác. Közös teherviselést. Lachner György. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Krézics Károly. Esküdtszék képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti bank. Gróf Leiningen Westenburg Károly. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el. Aulich Lajos. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanics János. Unió Erdélye. Gróf Bécsei Károly. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Ma született a magyar szabadság. Forradalmunk Pesten március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe.
ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskü szavait. Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig váltunk rád epedve. Annyi éljen által, mint kísértet, bolygott lelkünk a világban érted. Mit őseink egy ezred év előtt tevének, azt kell tenni most ti nektek. Bármi erővel, bármi áldozattal, bármindegy szállig elvesztek belé, hazát kell nektek is teremteni, hazát, mely szebb a réginél. Zúgjatok, harangok, ős, magyar harangok! Elmentek végre az idegen bitangok, hirdessétek zúgva az egész világnak, az első napját a magyar szabadságnak. Zúgjatok, harangok, az egek is rengenek, riasszátok talpra alért nemzetemet. Hirdessétek zengve keletnek, nyugatnak, lesz végre hazája szegény magyarnak. Zúgjatok, harangok, zúgjatok, zengjetek, adjátok vissza az elveszett hiteket. Hirdessétek zengve, északnak is délnek, örömünnepe ez az egész magyar népnek. Nem lesz üres a tornyod, ne félj, harang, ne félj, szívünk ott fent dobban egy még szebb tornyodért. Szabadság lesz a tornyod, ne félj, harang, ne félj, add hát kölcsön nyelved, dörgéssel beszélj. Álmodtam az éjjel, puszta lett a világ. Százezernyi sírhantra nem került virág. Álmodtam, hogy hős anyák fiúkat siratták, s tiltva volt az ünnep is, mikor győzött a szabadság. Tiltva volt az ünnep is, mikor
értem. Március idusán minden magyar ember szívében ott égett a láng, amelyet a nemzet, a haza iránti szeretet táplált. Manapság békében és szabadságban élhetünk, de nem volt ez mindig így. Nem felejthetjük soha a régi korok hőseit és tetteit. Az ő haza szeretetük emlékeztessen minket arra, még ha életünk immár szabad, akár a madár, otthonunk csak egy van, szeretni kell a hazát. Megköszönöm a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium diákjainak műsorát, melyet Berecki Ágnes és Tóth Csilla tanárnők rendeztek. Kedves ünneplő közönség! Mielőtt elhelyeznénk koszorúinkat az 1848-49-es emlékműnél, engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket arra, hogy kisújszállás is kapcsolódik a mi március 15-énk a Mi Kossuth utcánk című országos kezdeményezéshez. A Honvédelmi Minisztérium azzal a kéréssel fordult azokhoz a településekhez, ahol Kossuth Lajosról vagy Petőfi Sándorról elnevezett utca vagy tér van, hogy 2015. március 15-én ezen utcákon gyűjjenek össze, és 15 órakor együtt szavalják el a nemzeti dalt. 167 évvel ezelőtt ugyanis ebben az időpontban osztották ki a Nemzeti Múzeum kertjében összegyűlt tömegnek a 12 pontot, és ekkor vált ismerté és lett a szabadság himnusza Petőfi verse, szólt a felhívás. Akik kisújszálláson szeretnének részesei lenni a közös versmondásnak, azok a délután 3 órakor a Kossuth út 2 szám alatti iskolaépület udvarán várjuk. Kérem, most pedig tegyük tiszteletünket az 1848-49-es emlékműnél. A zászlót vivő huszárokat követve vonuljunk át az emlékműhöz, és helyezzük el ott koszorúinkat, virágainkat. Amíg átérünk, addig a Mellofon fúvós együttes az egyik új darabját, Erkel Hunyadi indulóját adja elő. Thank you.
szerető közönség. Kérem, hogy koszorúk és virágok elhelyezésével fejezzük ki tiszteletünket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történelmi emléke és hőseiről. Kisújszállásváros önkormányzata nevében Kece István polgármester, valamint Tatár Zoltán és dr. Kovács Tibor alpolgármester helyez el koszorút. Illési Ádám emeritus nagykunkapitányon helyez el koszorút a 48-as hősökre emlékeztetve. A 48-as olvasókör képviseletében Monoki Kálmánné, valamint Farkas Kálmán helyez el koszorút. Intézményeinek képviselői együtt koszorúznak. Varga Vincéné és Konyakainé Rabbi Judit intézményvezető, valamint Széplaki Edit és Szabó Károly intézményvezető helyettesekét. A református egyházközség és a fenntartásában működő Móri Csigmond református kollégium, gimnázium, szakközépiskola és általános iskola képviselője helyezett el koszorúnak. Szilágyi Gábor elnök lelki, dr. Huca Lajos gondok, Dózs József főigazgató, Tuka Antal az Arany János általános iskola tagintézmény vezetője, valamint Tóth Tilla és Szoboszlai Klaudia gimnáziumi tanuló és Szabó Katalinka általános iskola. Pedagógiai módszertani intézmény, kollégium és gyermekotthon képviseletében Kis Mária, Ürmös Krisztina és Kovács András Pál helyezett koszorút. A Fidesz Magyar Polgári Párt kisújszállási szervezete nevében Molnár Imre és Juhász Attila koszorút. A demokrácia.
Demokratikus Koalíció helyi képviselete nevében Baranyai Sándorné, Tóth Adrián és Tántó Lajos köszönöm. Pártkoszorújában Tóth Gyula és Áthalvi János lép az emlékműhöz. A Nagykun polgári kör koszorúját Földi Endre és Ábri Imre helyezik. Önkéntesek kisújszállási egyesülete képviseletében Fülöp Gáborné és Szőke Lukácsné köszönöm. A Magyar Vöröskereszt területi szervezete nevében Erdei Edit, Zeleni Gitta, Gyurcsány Franciska köszönöm. A mozgássérültek megyei egyesületének kisőszállási csoportja koszorúját Imre Endréné, Ötót Istvánné és Nagy István helyezi az emlékműhöz. Hogy akik még koszorút, virágot hoztak, helyezzék el azt az emlékműnél. Tisztelt ünneplő közönség! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésünk a szózattal ér véget. Megköszönöm a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola, a Nagykun Huszárbandérium, valamint a Mellokon Fúvós Együttes közreműködését mai ünnepségünk megrendezésében, de köszönöm közreműködésüket mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a kisújszállási ünnepi programok megvalósításához, és ezzel együtt ahhoz, hogy az 1848-49-es forradalom szabadságüzenete élő örökség legyen mindannyiunk számára. A szózat következik tehát, énekeljünk együtt a Mellofon Fúvós Együttessel.